Az Aknasz latinai sóbányával kapcsolatos problémák miatt az illetékes ukrán szervek 5 évvel ezelőtt fordultak az Európai Unióhoz, 2016-ban pedig 2 tanácsadó misszió vizsgálódott a térségben. A határon átnyúló helyzetet érintő területi hatások megnövekedett kockázata miatt átfogó monitoringrendszer kidolgozására és az elárasztott sóbányák feltérképezésére van szükség. Az Unió 968 000 eurós támogatással járult hozzá az 1 075 000 eurós összköltségű projekthez. A TISZA Európai Területi Társulás által szervezett nyitókonferencián ukrán, magyar, román és szlovák diplomáciai és szakmai szervezetek képviselői vettek részt. Я бы не сказав, що це тільки катастрофа для України. В Україні вона вже відбулася. Nem mondanám, hogy ez a kérdés inkább Ukrajnát érinti, hiszen Ukrajnában ez a sajnálatos esemény már bekövetkezett, viszont a továbbiakban a sósvíz esetleges Tiszába történő beömlése esetén ez a Duna régiót és az Európai Uniós országokat veszélyezteti. A projekt célja jelenleg az értékelés, annak az esetleges megakadályozása, hogy ez a sósvíz a Tiszába kerüljön, és természetesen az ott élő lakosságot szeretnék biztonságban tudni, hiszen nem szeretnénk, hogyha állandóan veszélyben éreznék magukat. A társulás elnöke elmondta, a Miskolci Egyetem által kidolgozott robottechnika segítségével végzik majd a szükséges felméréseket. Jelenleg sötétben tapogatózunk, ez sötét doboz számunkra, a ukrajnai partnereink számára is az aknaszlatinai sóbánya. Nem tudjuk pontosan, hogy mi történik a mélyben, mi történik a geofizikai folyamatok révén, hogy mennyire mai, vagy esetleg több év múlva bekövetkező a veszély. Egyelőre azt tudjuk, hogy a Tisza só koncentrációja minimálisan, de nő. Nyilván ennek következtében, hogy az aknaszlatinai befejezték a sóbányászatot. Azt kell világosan látnunk a projekt eredményeképpen a második év végére, hogy mi van a mélyben, mi van a sóbányában. Nem járt még ott senki nyilvánvalóan, most sem fognak emberek leereszkedni oda, robotok segítségével végzik fel a felmérést, pontos térképünk lesz a ottani karszt állapotáról, hogy mikor szakadhat át az a karszt mennyiség, ami aztán végzetessé teheti a szennyeződést. Mikhail úr rivis társelnök reményei szerint a felmérés eredményeinek tükrében elkészített anyag segítségével a sóbánya és környezete teljes rehabilitációja megvalósul majd. Ми переконані в тому, що результати будуть, тому що не варто навіть пробувати, якщо не очікувати позитивного результату. Természetesen eredményeket várunk, hiszen nem is lenne érdemes belekezdeni, hogyha nem várnánk eredményeket ettől. Természetesen az elsődleges cél ez a karsztosodási folyamatok megakadályozása, aztán későbbiekben esetleges uniós források bevonásával a környék revitalizációja, hogy helyre tudjuk állítani az allergológiai központot, hiszen ez az intézmény még a Szovjetunió idejében is, a Szovjetunió egész területén ismert volt. A természeti források revitalizációjának környezeti vizsgálata Aknaszlatinán a Felső-Tisza-medence további szennyezésének megakadályozása érdekében egy átfogó monitoringrendszer kialakításával elnevezési projekt 2021. szeptember 21-én zárul.